Beszélhetünk az áráról, kialakításáról, formatervéről, hardveres felépítéséről, sőt, még a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokról is, végső soron mégis a játékok határozzák meg, hogy mit gondolunk az adott konzolról. Az Xbox család utolsó két generációjáról kialakított képünket elsősorban a Forza, Gears, Halo trió formálta, emiatt is okozhatott akkor a meglepetést és kulturális sokkot a szó abszolút pozitív értelmében az Orient the Blind Forest felbukkanása a palettán. Ráadásként nem csak üdítően hatott a maga szokatlan műfaj választásával, megkapó látványvilágával és megunhatatlan zenéjével, hanem még jól is sikerült, mi több, kiválóan. Útközben valahol elbotlott egy kiálló gyökérben a tervezett Xbox 360-as verzió, és szép lassan az emlékét is betemette az avar, de cserébe Switchen is megismerhettük a címszereplő szereplő szellem keserédes meséjét. A történet akár véget is érhetett volna úgy, és ahogy a finálét megálmodta a Moon Studios, ám a csapat semmit sem bízott a véletlenre, mert miközben lezárta az első részt, előtette egy esetleges folytatás magját. Látva az egyöntetű szakmai és még nyilvánvalóbb anyagi sikert, világos volt, hogy Phil Spencerék szeretnék, ha az a bizonyos mag kicsírázna, idővel büszke és erős fává cseperedne, amelyik olyan termést hoz, hogy utána mind a tíz ujjunkat megnyaljuk. Nem is lehetne ennél egyértelműbb folytatás a Will of the Wisps, ugyanis azon a ponton térünk vissza a történethez, ahol a legutóbb búcsút vettünk Ori, Naru és Gumó hármasától, valamint a kikelni készülő tojáslakótól. Kuró fiókája épp olyan imádnivalóan cuki szereplője az új kalannak, mint azt várni lehetett, és bár alapvetően derűsebb a nyitány hangvétele, nem hagytak minket keserű pillanatok nélkül az írók. Sajnálatos módon sérült eljött világra a kis kú, az egyik szárnya csökevényes, emiatt képtelen levegőbe emelkedni. Jába szólongatja tehát az égbolt, legnagyobb fájdalmára nem repülhet együtt a többi madárral. Ori hirtelen megvilágosodása és egy régi mementó szolgál megoldásként a problémára. Kuró tollát protézisként használva végre teljesül kúszíve vágya. Az örömteli szárnyalásnak azonban a hirtelen kilakult vihar vett véget, mely elszaparálja egymástól a barátokat, akik egy számukra ismeretlen rengetegben Nivenben térnek magukhoz a zuhanást követően. Egy rövid átmeneti időszak után, melyben még védtelenül csetlünk botlunk az ajnövényzetben, valamint fákjával űzünk el sötétséget és galád nádi farkast egyaránt, megismerkedünk az átdolgozott fejlődési és harcrendszer alapjaival. Utóbbiakat azért akarta mindenáron megváltoztatni a Moon Studios, hogy a játékosok maguk választhassák meg a fejlődésük irányát, valamint azt is, hogy milyen képességeket és adottságokat kívánnak elsajátítani, illetve használni. Nem telik bele sok idő, és rábukkorunk az első szellemfára, amit hamarosan továbbiak követnek, így már képessé válunk a ugrásra és csapásra, ez voltak éppen horizontális irányú suhanás, valamint megszerezzük az első fegyverünket, a szellempengét. Ezekkel már jelentősen javulnak óri esélyei az életben maradásra, azaz bátran nekiállhatunk Niven felfedezésének. Számos szereplővel töltötték meg Nivent, akik sokkal többet csacognak, mint az első részben emiatt tényleg indokolt lehet a magyar felirat bekapcsolása, ha hadilában állunk az angollal, vagy bármelyik másik támogatott nyelvvel. Egyáltalán nem rossz a fordítás minősége, sőt, a helyenként alkalmazott régies szóhasználat és a nem túl okos mokik szándékosan elhibázott mondatszerkezetei, nyelvtani és stilisztikai baklövései bájos zamatot kölcsönöznek a szövegnek. Csupán elvétve futottunk bele elválasztási hibákba, vagy magyartalan mondatokba, de egyik sem volt olyan, amit ne lehetne kiavítani. A szóban forgó szereplők java csupán a világépítést szolgálja, azaz Hozzáteszi a maga két krajcárját az Ori franchise egyre terebélyesedő legendáriumához. Tényleg jót tesz a játéknak, hogy az írócsapat többet foglalkozik az őrző szellemekkel, a szellemfákkal, és úgy általában a világban érvényes szabályok és törvényszerűségek ismertetésével. Nyilván anélkül is élvezhető a játék, hogy ebből bármit felfognánk, de nem baj, ha kap egy plusz jelentés réteget. Míg tehát a legtöbben csak bölcsességekkel vagy butaságokkal traktálnak, mások mindenféle feladatokat bíznak ránk, amelyekkel egyáltalán nem muszáj foglalkoznunk, de azért erősen javallott. A játéktér óriási, pedig már az Orient the Blind Forestben sem volt apró, de a már meglátogatott szellemkutak segítségével egy szempillantás alatt, na jó, néhány másodpercnyi töltögetést követően irdatlan távolságokat hidalhatunk át. Műfai sajátosság, hogy mindig csak addig tudunk haladni, ameddig azt a képességeink lehetővé teszik. Ha tehát úgy érezzük, hogy kimerítettük eszköztárunk minden trükkét, de mégsem érjük el azt a bizonyos peremet a magasban, akkor elég valószínű, hogy hiányzik valami. Ilyenkor nincs más teendőnk, mint elindulni egy még feltérképezetlen szakasz felé, és előbb-utóbb megszerezzük a továbbjutás kulcsát, legyen az a gyorsúszás képessége, a fúrásé vagy épp a fénylobbanásé. Ha pedig adott pálya rész vagy ellenfél túlságosan keménynek tűnik, javallott élet és energiagömböket gyűjtögetni, hogy szívósabbá tegyük Orit, aki most akár gyógyítani is képes önmagát. Mindenképpen ki kell emelni, hogy miközben túlnyomó részt jól kiegyensúlyozott az Orient the Will of the Wisps, akad néhány kivételesen nehéz pont, jellemzően skriptelt jelenet, azaz menekülős fázis vagy boss harc, amelyek igencsak megtornáztatják az ember reflexeit. Már csak ezek miatt sem árt, ha minden rejtett zugba benézünk, mert minél több sérülést tud Ori elviselni, annál kisebb a valószínűsége, hogy végül a tévében köt ki a kontroller. Az a kontroller, amelyik amúgy sok panaszra nem ad okot, elvégre az irányítás épp annyira patent, mint az első részben megszokhattuk. Mellesleg azáltal, hogy niven egyetlen szegletét sem hagyjuk ki, rengeteg alkalmunk nyílik a gyakorlásra, a pénzszerzésre és ezáltal a fejlődésre, miközben harci képességeinket a szentélyekben csiszolhatjuk, a gyorsiramú és lehetőleg kevés hibával járó navigációt pedig a fejlesztők szellemeivel vívott versenyek során tudjuk tökéletesíteni. Amilyen veszélyes, épp oly elállító niven. Mindegyik helyszín különleges a maga módján, a kővédermet erdőtől a szélfutta homok sivatagon át a színpompás tóvidékig. Az még hagyján, hogy vizuális értelemben véve milyen markáns eltérések tapasztalhatóak az egyes régiók között, sokkal izgalmasabbak a csak is rájuk jellemző egyedi mechanikák. Sivatagban szó szerint átfúrjuk magunkat a homokon, a mi kedvencünk azonban a föld alatti barlangrendszer volt, ahol a sötétség szó szerint agyon nyomja orit, ha csak nincs valamilyen fényforrás, ami átmeneti biztonságot jelentene számára az Ori and the Will of the Wisps szinte mindent jól csinál, szebb, tartalmasabb és nem utolsó sorban változatosabb elődjénél. Ami tökéletes volt, azon nem változtatott. És külön öröm, hogy az újítások is jól sültek el. A mellékküldetések történetszálai és a jutalom ígérete felfedezésre ösztönöznek, továbbá érdemes kísérletezni az új képességekkel, hol egyiket, hol másikat rendelve a kontroller X, Y és B gombjaihoz. Az gazdag központi történetszál ismerős húrokat pendített meg az emberben, ami nem csoda, hiszen a struktúrája is az első részhez hasonló, nem beszélve Sikoyról, a Torsz külsejű főgonoszról. És persze nem a Moon Studios játékáról lenne szó, ha nem sikerült volna őt magát is árgyalni, és valamelyest rokon szembessé tenni. Mindazonáltal akadnak azért kisebb tökéletlenségei a már említett ultra nehéz szakaszokon túlmenően is a okáért hajlamos volt a játék akadozni Xbox One X-en is, továbbá megesett, hogy hiányzott a hang egy-egy dialógus során. Ti próbáltátok már az Orient the Will of the Wisps-et? Ha igen, akkor mindenképp osszátok meg velünk lent a kommentek közt a saját véleményeteket, ha pedig tetszett ez a videó, akkor hagyjatok alatta egy lájkot. Like ne feledkezzetek el feliratkozni, ha eddig még nem tettétek volna meg, és a csengő is csak arra vár, hogy végre benyomjátok. Bőven jönnek még izgalmas játékok tavasszal, mi pedig természetesen azokról is készítünk majd teszteket. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok!